kezdődött a helyi vásznakkal, aztán áttértünk a tiszta szobákra, a kertekre, az emberekre, a tárgyakra, amit itt használnak, és ebben az évben a nyári konyhákat választottuk. Ha egy művésztelep vagy egy szimpózium inspiratív, akkor az egymástól látott eredmények, helyzetek, energiák, ezek inspirálják a többi résztvevőt, és ez olyan termékenyen tudhat. A falu egy egész érdekes kis mikrovilágra úgy veszik. Annak ellenére, hogy el van zárva a nagyvilágtól, zajlanak itt azért sok minden érdekes dolog. A konceptuális munkákon keresztül az installációk, festészeti munkák, tehát és nagyon sokszor közösen gondolkodnak az alkotók, és ez nagyon fontos és egyedülálló. Szereden a folyamatos, aktív cselekvésre, a helyi társadalommal történő állandó, a művészet eszközeivel történő kortárs párbeszédre helyezik a hangsúlyt, ezzel is erősítvén a kortárs művészet társadalmi, szociológiai, gazdasági, kulturális szempontú szerepvállalását. A művésztelep számos ponton azonos elvek szerint szerveződött, mint a hasonló céllal született hazai vállalkozások sora, Nagybányától Szolnokon, Szentendrén és Gödöllőn át a modern kori művészkolóniákig. Hát azt gondolom, hogy mindenképp egy kivételes helyzetben van a magyarországi művésztelepek között, nem csak amiatt, hogy már idén 23. éve rendezik meg, hanem ez egy olyan gyakorlattá kezdett itt válni, ami, ahogy mondtad, bevonja az itt élő embereket, és reflektál arra, hogy milyen is itt élni, illetve a múltra. Tehát de az nagyon fontos, hogy nem csak a múltra reflektál, hanem a falu jelenére, és ez mindenképp egyedülálló a kortárs magyar művészetben. Az évről évre újabb telkek megvételével terjeszkedő művésztelep tájba, kertbe helyezett nagyobb méretű installációival új, a faluban eddig nem látott és tapasztalt vizuális minőségeket hoz létre, aktívan részt vállalva a település környezet alakításában. Talán egy évtizedben vagy szűk évtizedben a ceredi művésztelep, nemzetközi kortárs nemzetközi művésztelep gyakorlatilag egy olyan egyedi útra lépett rá, ami azt hiszem, hogy nagyon ritka a magyar művésztelepek történetébe, hiszen az az éltető közösség, ebben az esetben Cered, amely helyet ad a művésztelepnek, az bizonyos értelemben ezer szálon kezdenek kötődni. Na most ez önmagában nem lenne ritka, hiszen a helyadás az egy fontos dolog, nyilván elindulnak szellemi kapcsolatok, de azt gondolom, hogy a ceredi művésztelepben az a fantasztikusan érdekes, hogy a művésztelep megpróbál reflektálni Cered múltjára, Cered jelenére, tehát belepróbál folyni a falu életébe, és ezek a művek ennek következtében most már majdnem egy évtizedet, talán a tiszta szobával kezdődött ez a projekt, vagy a ceredi vásznakkal először, ahol ezt az archaikus kultúrát megpróbálták ütköztetni a kortárs modern művészettel. Mi végül is ebből látunk ízelítőket. Ez az idei, és én még most három részt láttam, olyan ez lassan, mint a Velencei Biennale, abban az értelemben nyilvánvalóan, hogy ott is a Giardinitól az Arzenálon keresztül a különböző épületekben és palazzókban láthatjuk a munkákat. A helyszín, most már tizenvalahány helyszín, tehát kezd léptékében is a Velencei Biennálehoz hasonlítani. Én kívánom, hogy ez a lépték még inkább majd bővüljön. Ráadásul a rendezésnek a párhuzamai is megvannak, hiszen itt is vannak csoportos kiállítások, három olyan helyszínt látunk, és vannak egyéni installációk.
Gyakorlatilag egy pár évvel korábbi művésztelepnek egy másik oldalát mutatja be, ez volt a tiszta szoba, ez a nyári konyha. Tehát ez volt a központi téma, és idén két művésztelep is zajlik, egymás után követő két hétben, és az első héten most először a történetünkben textilművészek jöttek, illetve művész palánták és művészek. A öt egyetemista hallgató érkezett, illetve közülük egy valaki már végzett, az Iparművészeti Egyetem hallgatói, és az ő felkészítő tanáraik, a mestereik voltak itt jelen. Tehát tulajdonképpen ez az én kezdeményezésem volt, én alapító tagja vagyok a Czeredi Művészterepnek, és úgy gondoltam, hogy mivel én nagyon kedvelem a textil, tehát én textillel is dolgozom, ezért próbáljuk meg, hogy milyen az, amikor speciálisan textilművészek dolgoznak fel egy ilyen témát. Ez a Batinak, tehát a mongol fiúnak a munkája, ami egy fordított állapotot mutat, hogy hogyan lesz a fonalból végül egy összefüggő textil, de összevariálta a konyhai eszközökkel, tehát a szűrőkanálból, a szűrő edényig, a húsdaráron keresztül egyre struktúráltabban összeállt fonalakból összeáll végül a textil, ami egy nagy fazékba kerül, egy nagy mosófazékba, ha úgy tetszik, további felhasználásra. Ez Kinga Sverev alkotása, ő egyébként szövő lesz, ha elvégzi az egyetemet, és ezért nagyon fontos számára ez a rétegelt dolog. Itt most a régi ablakkereteket használta fel arra, hogy egy ilyen áttetsző, egymásba átlátszó struktúrát hozzon létre. Három ablakkeret van egymás mögött, ami a legutolsóban csak színek vannak, és az következő kettőben meg különböző textúrájú anyagok, tehát csipkék leginkább, azok is néhol megszínezve, és az egész, ahogy egymásban, ahogy átlátszanak, egy harmadik féle dolgot hoznak létre. Sánta Eszter alkotása ez szintén, és ez egy konkrét Nógrád megyei idős asszonynak az emlékére készült, ahol ez most egy kiragadott rész, mint hogyha a földből kiszedtünk volna egy hasábot, aminek a tetején ott van az ő nyári konyhája, ahol elszunnyadt, elaludt, és mint a Bibliában leereszkedik a Jákob létrája, de ezen nem tudnak lejönni az angyalok, mert a felhők azok az általad nagyon kedvelt galuskákból vannak, ami itt ilyen helyi étel különlegesség, és attól nem tudnak érte jönni az angyalok, mert ő mindig erről álmodik, ez a kedvence. Ez a Franceskának a munkája, ez egy itt helyben talált ilyen női bugyogó, és azt találta ki, ugye, hát nem szorosan kapcsolódik a nyári konyhához, de hát azért mégiscsak ott is viseltek ilyesmit. És hogy ezt próbálta meg feldolgozni a maga sajátos módján, és egy vers részlet van körbehímezve bele, és természetesen az a vendégvárásról szól, vagy hát nem természetes, de a vendégvárásról szól, ezért étel, ital is jelzésként rá van hímezve, és szerintem ez egy nagyon-nagyon találó megközelítése a textilnek és a háziasszonyságnak, mert ebben minden benne van. Tehát attól háziasszony a háziasszony, hogy ez is hozzátartozik. Ez Sánta Eszter munkája. Ő a mesterük ezeknek a hallgatóknak, akik itt voltak. És ez egy valóságos abrosz akar lenni, ami persze nem így lesz installálva a múzeumban, tehát a kiállítóhelyen, de most ide terítettük. Ezek festve vannak a tányérok a textilbe, és olyan dióhéj van rá varva, amit a diófa alatt talált, és onnan szedtek össze, és a mindegyiken a lyuk, tehát a madarak csinálták rá a lyukat, a madarak fúrták ki, és azzal van felerősítve ide a tányérokra, mint egy ilyen sor minta, és az a címe a munkának, hogy a madarak reggelije, és
nagyon különleges dolog ettől, hogy ez a különböző minőségű anyagok együtt nagyon jó hatásúak, nagyon különleges hatást keltenek, és nagyon érdekes megtapintani is, és látványnak is fantasztikus ez a ritmusa ennek az egész dolognak. Ez egy mongol fiúnak az alkotása. Látott valahol az egyik nyári konyhában egy feliratot egy mosdótán körül, amiben ilyen helyesírási hibával volt beleírva, hogy jó reggelt, és nagyon tetszett neki ez a dolog, és ezt áttette ebbe a rossz ablakkeretbe, egy szúnyoghálóra ráhímezte a motívumot, amiben már van egy pici otthonról hozott motívum szál is, és ugyanezeket a motívumokat ilyen itt talált, helyben talált, szerzett krumpli nyomókra is ráhímezte. Tehát a konyha és a textil így jön össze, hogy erre a lyukacsos anyagra, ami ugye más a funkciója, ott megjelenik az a hímzés, tehát oda is rátette. Az évek múltával egyre inkább formálódott az a gondolat, hogy a művésztelepeket egy-egy projekt köré fűzzék föl. Ráadásul úgy, hogy a művésztelepnek otthont biztosító falu hagyományai, kultúrája inspirációként szolgáljanak. Minden évben van egy tematikánk, amit közösen elhatározunk, és akkor ehhez a tematikához mérten válogatunk művészekből. Rengeteg kollega volt már nálunk a 22 év alatt, és elég nagy az a hálózat vagy network, amiben tudunk gazdálkodni, vagy meghívásokat generálni. De abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy akik nálunk voltak, azok a jó hírünket vitték el mindenféle országba, és akkor tulajdonképpen mindig ajánlanak, vagy ő általuk bejelentkeznek hozzánk a művészek, tehát ez egy kicsit ilyen egyszerűbb a keresés, vagy egyáltalán, hogy kit hívjunk meg. Aztán persze van olyan, hogy direktben keresünk mi is meg alkotókat, mert szeretnénk, hogyha az ő szemlélete, vagy amit ő képvisel, az megjelenne nálunk, vagy esetleg alkotói választ adna általunk kijelölt témára. Lényegében Photoshopban volt manipulálva egy ikon. Aztán ide csinálok olyan sorozatot, ami a Madonnát vagy Szűz Máriát csádorban ábrázolok. És aztán van most egy újabb verzió, ami eltűnik lényegében az arc. Megmarad az ikon klasszikus, de tükörképet állít nekünk. Mert az ikonokban elég gyakran használják az aranyat, az ilyen transzcendens valami, de viszont a transzcendens maga az ember lesz, aki saját magát lássa abba az ikonba. Mert több éve járok ide, lényegében a témák azok mind a faluhoz kapcsolódtak valamilyen formában. Az előző munkáim, hát lényegében kapcsolatban van a faluval és az adott témával, csak én egy picit így másképpen szokom felfogni a dolgokat, inkább ilyen globálisabban, hogy hát nem ezt a kis mikrovilágot, de ebbe a mikrovilágba valami újat hozni. Vagy mint videóinstallációkat, mert nagyobb részt azzal foglalkozok, és az gondolom itt ebbe a közegbe, vagy itt ezen a környéken nem nagyon ismert dolog művészetben egyáltalán. És ezáltal lehet, hogy valamilyen módon közelebbé meg közelebbé tenni ezeknek az embereknek azt is, hogy hát milyen másfajta művészetek is léteznek a klasszikus festészet, szobrászat és grafikán kívül is. Hát amiért szeretek visszajönni, az főleg a szervező kollektíva, aki ezt az egészet szervezi, nagyon, nagyon szimpatikusak, nagyon jól állnak hozzá a dolgokhoz, és valamilyen módon segítnének, vagy próbálnak segíteni ezt a kis mikrovilágot bemutatni a világnak is, hogy ilyen kis elzárott helyen is, hogy azért zajlik az élet, ha még így, hogy kihalóba is van már sajnos ez a falu, de
épp lehet, hogy ez a pozitívuma is, meg sajnos a mínusza is, hogy hát, mint hogy egy ilyen valami, ami eddig létezett, eddig működött valamilyen formában, mint hogy tűnik el, vagy kihalásra van ítélve sajnos. És ezt az erőt, ezt a igyekvést azért nagyon értékelem a Csabáikba és a Cilibe, hogy hát próbálnak ide életet hozni, és bemutatni a világnak, hogy hát ilyesmi is van. A másik az, nagyon jó a konyhájuk, a színvilág, Palóc környékből, igen. Mi fogja, vagy mi inspirált eddig még a legjobban? Legyen az egy motívum, egy forma, egy tárgy, egy emberi arc, jellemzően emberi. Ezt nem tudom, mert sok minden van. Maga a nyelv egy nagyon érdekes, ez a tájszólásnak is nevezhessük, egy nagyon-nagyon markáns. Nagyon tetszik nekem ebbe a faluba például az, hogy mindenkinek saját kutya van, nagyobb részt. Az egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy mindenki saját maga, mint hogy hát saját önellátó lehet. Ez mai világban azért nem nagyon gyakran látható, hogy hát saját kuttal rendelkezik minden egyes lakás vagy ház. Ez egy nagyon... Igen, dolgoztam, azt hiszem, hogy tavaly előtt dolgoztam itt konkrétan egy kuttal, ami éppen a volt kapcsolatban, ami az itteni falunak egy ilyen eléggé karakterisztikus megjelenése az udvarokon. A maga formája a kútnak, ahogy van megszerkezte, mindegyik valamivel egyéni. Ezáltal egy ilyen valamilyen kút mond a világ, egy ilyen itteni életfelfogást, vagy maga az egész ilyen már-már mesebeli dolgokat is lehetett belegondolni. Nyári konyha kapcsolatával inkább ezt úgy fogtam fel, mint maga szobrászilag, de lényegében egy ilyen videóinstalláció van értelemben, hogy klasszikus, mint tudom, archetipális asztalnak a szimbolikája, ami minden egyes konyhában lényegében ott található, és azon való valamilyen valamilyen folyamat. Nagyon-nagyon fontos az asztal az élettel kapcsolatban olyan értelemben, hogy sok minden zajlik az asztal mögött, egy az, hogy mit tudom, a tápnak az elkészítése, maga táplálkozás, vagy egymás közti ilyen kommunikáció, és ennek az asztalnak valamilyen a formát szeretném bemutatni, úgyhogy még otthon készítettem ilyen videóanyagot, ahol a tészta van gyúrva és lényegében nyújtva, vagyis az az anyag, és ezáltal lényegében az megjelenik az asztalon, de az asztal fölött ilyen bizonyos rétegek fognak megjelenni, amelyeken ez a már az asztalon látható kép mosódik mindig el az által, ahogy van vetítve. És a végén épp egy pozitívum a itteni tájháznak is, hogy a szoba és a tető közt nincsen mennyezet, úgyhogy a gerendákon keresztül ez a fény, ez az egész átszűrődik a tetőszerkezetre, is egy egészen más kép jelenik viszont meg. Szét van nyújtva, úgyhogy a fehér, minthogy tűnik el a sötétbe, vagyis a sötét tűnik el, a sötét felszín a fehérbe, de viszont ezt egy ilyen negatívba dolgoztam át, úgyhogy az, ami volt világos, ami minden napja a fehér tiszta abrosz volt, minthogy ez tűnik el, úgyhogy negatívba ez lényegében a fekete fog szerepelni, úgyhogy ez a fekete fogja el terítni az egész asztalt, és a végén, mint hogyha eltűnne. Itt-ott még ilyen pár pici ilyen tésztán ilyen repedések valamilyen módon még azért reményt adnak arra, hogy hát ott a mögött még esetleg lehet találni dolgokat. És az ikonkép, amit most... Az ikonkép, az meg olyan összefüggéssel van a tiszta szoba, vagyis a nyári konyhához, hogy amit végigjártuk a faluba ezeket a konyhákat, minden egyes helyen találtunk vagy szentképeket, vagy szentképekkel körülvett családi fotókat, mit tudom én, unokákról, gyerekekről, és ilyen kis szentélyek, mint hogyha minden egyes konyhában megjelentek olyan kis oltárok vagy valamit, és épp ezáltal ezt próbálom valamilyen módon belevinni, de egy ilyen kultúra közti csere is, mert manapság elég gyakran hallani ezeket a, tudom én, vagy a
menekültekkel és család otthonkeresés, és ez a konyha, ez meg magában egy magja annak, hogy hát egy család tud működni. Úgyhogy ezek a dolgok egy kicsit ilyen globálisabb rétegbe is viszik az egészet. A folyton változó nézőpontok segítségével a modern és az archaikus, a lokális és a globális viszonylatainak vizsgálata révén évről évre új értékek születnek. Ez is olyan, mint a munkáim nagy része, ami a végül is a valóságos világ és a szürrealitás határán áll. Valóságos elemeknek a komponálása, de mégis együttesen képesek a szürreális tartományt is bejárni. Tavaly találtam egy ablakszárnyat, ami egy kifelé és egy befele nyílik, egymástól függetlenül, és most ezt fogom befejezni, és ebből lesz egy a nyári konyhányi terület. Azzal, hogy ez be lesz cserepezve, mint egy háztető és oldalcserép, ezzel azt gondoltam szimbolizálni azt is, mert nagyon sok egyéb jelentése is lesz, hogy ez az intézmény kvázi önállóan meg tud állni, mint nyári konyha, de annyira komplex és annyira teljes, hogy tulajdonképpen önállóan érvényesül. Ez egy kicsit oltár formája is lesz, egy oltár fülke formája is, tehát tulajdonképpen több dimenzióban. Abszolút, így van, és ez az egész egy víztükörben lesz installálva, és mivel bele van, tehát lesz benne egy világítás, ami egy furcsa elektronikával pislákolni fog, tehát a fény az nem állandó benne. És hát lesz benne egy tükröződés a fénynek a vízfelszín, és hát tulajdonképpen maga a fény nem állandó, és van egy ilyen kicsit pislákoló érzése, hogy most vagy elmúlik, vagy éppen mi van vele, és akkor ez tulajdonképpen azt szimbolizálná, hogy azért már az életben, a mai életünkben egy kicsit ebben már csak pislákol, azért a mai életünket úgy mondom, hogy manapság a nyári konyhákat már főleg idősebbek használják, főleg vidéken, és az eredeti funkciót talán már egy kicsit arrébb csúsztak. Az eltelt évek a művésztelep létrehozóinak azt a szendéket is alátámasztják, hogy a művészcsoportok szereplésükkel, aktív jelenlétükkel képesek alakítani, befolyásolni a befogadó közösség életét, jelenét, sőt jövőjét is. Most mutatom, hogy az Ágotta ezt reggel 50, mikor 5 óra 57-kor küldte át, tehát akkor lett kész, egész éjjel csináltam, 36 darabban belőle. Ez pedig egy picit összefoglalója, vagy szimbolikusan a kivonata annak a két hétnek, amit itt töltöttünk. Ugyanis ez a Cerednek a rajzolt térképe, amin be van jelölve, hogy milyen helyszíneken láthatóak az alkotásaink. Hogyha lapoztok egyet, akkor pedig föl van sorolva, hogy tulajdonképpen milyen szám, milyen házakon, milyen helyszínt és alkotókat takar. Érdemes elindulni ezen a túraútvonalon. A legnagyobb távolság 800 méter, tehát reggel bekapcsoltuk a klímát, volt eső, nagy meleg nincs. Úgyhogy mindenképpen azt javaslom, hogy a megnyitó után a térképpel nézzétek meg a tradicionális nyári konyhák és pincekonyháknak a szellemiségét, illetve azt, ahogy a kortárs nemzetközi művészteletnek a művészei ezt túllépték, vagy vegyítették az alkotásaikkal.
Ennek a szerepvállalásnak több eredménye is van. Többek között a művésztelep által szervezett tematikus fesztiválok, színházi, zenei és filmes produkciók, melyeken a helyi lakosság nem csak nézőként, hanem modellként is, illetve az alkotások létrehozásában aktív szereplőként is kiveszi a részét. Uraim! Egy igénytelen, mégis nyugtalanító komédiát látnak itt. Alantas komédiát valakiről, aki a holdat akarta megsebezni, de csak önnön szívét vérezte meg. Az a szerelem, mely törve zúzva cigány kerekezik végig az emberek életén, ez alkalommal egy rovaroktól népes, félreeső rétecskén suhan át, ahol hajdalában békés, derűs volt a világ. A Röngszínház az kezdetektől fogva itt volt Szeredán? Vagy már az első alkalommal gondoltatok erre? Mert ugye sűrű hallom a szádból azt a szót, hogy összművészeti fesztivált is szeretnétek ebből valahol összehozni, legalább egy-egy napra. Így van. Gyakorlatilag azzá is vált ez a nap, ez a nyílt nap, amit szoktuk mondani, az én ilyen kicsi vagy miniatűr fesztivállá vált, egy ilyen 100-as, 150-es nagyságrendű látogatóval, ami egy művésztelep életében óriási, de ez mutatja azt is, hogy egy jól megfogalmazott, jól körüljárt célokkal indított művésztelep, az képes arra, hogy megszólítson ekkora tömeget, nekünk ez tömeg. Na most a kérdésedre válaszolva, a Röngszínház gyakorlatilag akkor keletkezett, amikor megvásároltuk a második portát itt Szereden, és összenyitottuk a kettőt, és ezt a természet alakította ki. Itt gyakorlatilag a térszint különbség van kihasználva, valamikor a patak itt járkált, és ugye megcsinálta ezt a lankát, és az akácfák így nőttek, és ez a tér, ez így volt. Ez nem kell semmit hozzátenni, ebbe beleláttuk a színházat, amit aztán a helyi fatelep segítségével Röngszínházzá alakítottunk, ez is lett a neve. Szereden nem a dolgok, a tárgyak, a táj vagy az ott élő emberek külső epidermiszét szeretnék ábrázolni a művészek, hanem aktív módon viszonyulnak kiindulási pontjukhoz, a hely szellemét is megidézve, de tovább is gondolva azt. Ez a találkozási folyamat, ez nagyon érdekes, mert egész egyszerűen némi előképzetük vagy elképzelésük van, de azért a hely varázsa, ez a kicsit időutazásos vissza ugye a múltba, az őszinteségbe, az érintetlenségbe, ez azért nagyon-nagyon hat rájuk, és azért érzékenységüknél fogva ezek a ez az egész környezeti behatás, ez beszűrődik, amikor ugye alkotnak, úgyhogy ez visszalátszódik a munkáikon, annál is inkább, mert a némely tematikánk kifejezetten arra épül, hogy helyben található alapanyagokkal dolgozzanak. Az archaikus kultúra és a kortárs művészet interakciójából létrejött művek hatásosan bizonyítják a szimbiózis eredményességét és érvényességét. És ezt azért érzem feltétlenül egy nagy pozitívumnak, mert az az életszerűség, ami feltételezi ezt a folyamatot, hogy ez megvalósult, az azon alapszik, amin véleményem szerint egy kortárs művésznek most, ami ennek lennie kellene, a társadalmi kapcsolataiban, ha nem vagy nyitott, ha nem vagy érzékeny, ha nem tudsz egyszerűen kapcsolatot létesíteni, akkor sokkal nehezebb a dolgod. Ez a kapcsolatlétesítés, ez ugye ezeket a becövekelt toposzokat és egyáltalán a kabulatúrákat rázza le magáról, ami azt a esetlegesen 19. századi vagy 19. századiságot tartalmazza, hogy ha valaki rongyokba jár, vagy hosszúhajú, vagy egyáltalán egy kicsit akonform a társadalomnak, akkor ő biztos képzőművész, vagy művész, mert azok olyan lilák. Sokkal összetett dologról van szó, nem csak külsőkben bomlott meg már ez a dolog, hanem egész egyszerűen abban is, hogy a kortárs művész az kiféle és miféle. A kortárs művésztelep, vagy a kortárs szimpóziumnak pedig kötelessége nyitni
nyitott napokat szervezni és bemutatni, közel vinni az emberekhez, hogy mivel foglalkoznak a művészek, esetlegesen tudnak olyan alkotói válaszokat adni, ami segít a mindennapi problémák feldolgozásában azoknak az embereknek, akik nem művészek. Szeredi létünkben nincs érdek. Ez egy érdekmentes, a szocióárt társadalmi folyamat, baráti közösség és talán társadalmi szerepvállalási modell. Emellett pedig egy nagyszerű kortárs művészeti centrum vagy tér. Azért mondom ezeket ilyen tagoltan, meg talán lassabban, hogy ezekben önmagában is értékek rejtőznek ezekben a szavakban. Én úgy gondolom, hogy mindet így sorrendben elmondhatjuk magunkról, hogy fel tudjuk mutatni, és ez egyik sem köthető elsődlegesen egy érdekrendszerhez. Nem értékesítésre kerülnek a munkák, nem bevételszerzésre fordítjuk a itt létünket.